Melyik országunkban voltak már? Itt kezdtek. Igen? Tehát ők Velszben is vannak romák, akiknek egy része vándorolnék. És az mit jelent, hogy vándorolnék? Gyerekei itt néznek, hogy járja a táncot. Ilyenkor nem fáj a dereka. You enjoyed yourself. Mondja, hogy amikor táncol, nem fáj a deraka, a férjemet baleset érte. Oh, when he's dancing. Eltört a gerince, és nem tud táncolni, már nem szabad lenne neki, de úgy beleért, mert nem hagyom. He's not supposed to dance because he hurt his back in an accident. But when he's dancing, he doesn't feel that. No, no. He loves people and dancing. Yes, that was clear. Yes. Egyértelmű volt. És sokkal szebb lenne a világ, hogyha minden ember szeretné egymást. Igen. And the world would be a better place than everybody if everybody loved each other. If everybody loved each other. Yes, okay. Yes, it would be. Yes. Simple. Vagy nagyon jól néz ki. Én igen, főleg ebbe a retkes ruhába, mert megyet magoztam. She was taking from the cherries. Yes. The what is that? The stones. The stones, yes. So she says that's why her dress is. So it's the cherries. Én kis ásványok. Köszönjük szépen. Tina meggyógyult. 4 óta? 4 óta. Elmentem a piacra, vettem friss csirkét, tudom, hogy kint nem szoktak ilyet, és akkor megbeszéltük, hogy újházi tyúkhúslevest, csirkepörkölt, nokedli, uborka saláta. Jó. Cucumber salát? Cucumber salát. It looks good. Már mindjárt kész. Mindjárt kész. Addig kávét, teát, egy kis ásványvizet. Mineral water would be lovely, thank you. Kis víz, az jó lesz. Köszönjük szépen. A sima mineral water az az át. She's making galuska. És én bent a munkahelyemben is mindent kézzel, mert ott nagyon... A házi asszonyok mondta, hogy fakanállal csinálják, de miután az ember megmossa a kezét, és a tiszta víz mindent levisz, csak a bűnt nem. Így vagyok vele. The many housewives make this with a wooden spoon. Yes. But she likes to make it with her hands. And the feeling. No. Wait. Please. That the water washes off everything from the hands, but not the sin. Okay. Oh. Yes, homemade. It's not poured. Poured in the shop. Ez good. Very good. I know. Mert remélem, hogy meg fogok tanulni angolul, mire még egyszer jönnek. When next time you're coming, she will already be able to speak English to you. She's doing it this way now, which is also very traditional. Az a művész, az a gyorsító fázis. That's quicker. Yes. Jó, palacsinta közben. The palacsinta is getting black. Mindenfélék. Uh-huh. Egyedül a jazzet azt nem. Nem. De nem veszi fel, az a baj. Igen? Uh-huh. Majd akkor jön a másik, a kisebbik fiam. Oh, okay, then the other son will come. A másik. Két fiú? Három fiú. Egy lány. És öt unoka. Three sons, one daughter. And hány unoka? Öt. Five grandchildren. Jó, és van három, menje meg egy. Mi? Egy vejjel is van, nem? Hát természetesen. And Adele says, and you have three daughter-in-laws and one son-in-law, so... And yes, of course. Igen, ezeket nem szeretném hagyni. Felsorolásom. Nagyon ki őket. Mindenkit nagyon szeretek. I love everybody, she said. Nem derítettem le. Mert a tojás, meg a paradicsompüré ilyen kicsit ételbe elveszi az ízt, a finom házias ízt belőle. És inkább leszűröm. Így tisztítom meg a levest. This is how she cleans the soup. Because if she would clear it too much, then it would take away the taste.
Na. Az a baj, hogy a madarat is elkapják a cicák, igen. Nem, nem? Nem repülnek olyan alacsonyan nem a madarak. Nem repülnek alacsonyan? Nem. Tehát the birds don't fly that low. Teszünk bele még egy kis. Magyarországon ezt az ilyen apróságokat belefőzik igen, a levesbe. Igen. Van, nem? Aki például szereti a csirkelepát. Csirkét vagy tyúkot, uh-huh. Fölrakod egy tiszta vízbe. Uh-huh. És hagyod, hogy meg, hát félig fő, lehabozod, letisztítod. És amikor már le van tisztítva, na most, hogyha egy öreg tyúkról van szó, ilyenkor ez már új zöldség, uh-huh. És akkor már majd majdnem a befejezés előtt eszem bele a zöldséget, úgy, hogy az íze belefőjön neki. És nincs benne sok minden. Só van benne, egy kis gors van benne, paprika, paradicsom. De még lehet fokozni ezt is, hogyha akarja az ember. A little bit of pepper. Just the vegetables and the meat. Finish! Finish! I want to say it. Yes, yes. Egyen még leves. Annyira finom. Én még egy kanállal. Leves. Azért nyugodt. Leves és szup. Leves és szup. Chicken soup. This is very, everything, this is very, very fantastic. Yes. Wow. That she was born, she was born in 300 kilometers from here. Mm-hmm. Hol születtél, Agnes? Penészleken. Penészlek. Mm-hmm. Penészleken. In a large family, her father was a musician. 12-en volt. And there were 12 children. Oh, yeah. And her mother was a housewife, mm-hmm. keeping the family together. Uh-huh. And then she came to Budapest, met her husband, and it looks like that fate and God wanted them to be together. Mm-hmm. They're still together. Mm-hmm. And she did all sorts of things. She cleaned and worked as a cleaning lady, but she felt very much pushed around and not. She didn't feel very well in her work, so when she was 30, she learned to be a cook. She thought that would fit her. So mm-hmm. she changed her life in a way. Wow. When she was 30, and she found that this is good for her. She likes it. And did she go to a cooking school or did she go with somebody else? Egy iskolába járt, vagy hol? Yes. Nappal rendesen elvégeztem. Yes, she went to school. Kicsit rövidítve, nem 3 évet, én 1 év alatt elvégeztem, mint amit más 3 év alatt tanultam. And what other people do in 3 years, she did in 1 year. I think she has a lot of energy. De csak azért, mert én tudok főzni. Because she can cook, so she didn't have to do that. Mm-hmm. Mondd el, mm-hmm. hogy a vizsgán Magyarországon a legnagyobb iskolának, a Gundelnek az elnöke, mm-hmm. a minisztériumból voltak még mm-hmm. akkor. Gyöngyöt öt ember vizsgáztatott minket. Mm-hmm. One of the guys in the committee was from Gundel, which is the very famous Hungarian restaurant. Oh yeah. És úgy jöttek oda, hogy jöttek oda, hogy szerintem éhesek lehettek. They must have been very hungry, she says, when they arrived. És kihúztam a galuskát, csirkepörköltöt, salátát. This was her exam. Csirkepaprika galuska. Yes? És this was because they had to choose like a paper and there was the task. Kivittem neki, aki én voltam az első, mert én mindig gyors vagyok, sietek, ilyen kapkodós vagyok. She is very fast, so mm-hmm. she was the first one to be ready. Kivittem neki az ételt, és rá egy 5 perc már vittem ki a másodikat is. És megették, és ezért jelest kaptam. Ticket 5. Yeah. They ate up everything. És én utána 10 percet ott lettük a másodikat. She was very quick.
nagyon finom. Super. About how she feels as a Roma, because she said that she feels that Roma people in Hungary are not really taken seriously. Kapcsolsz majd be nekünk egy kis zenét, mielőtt bemesz, akkor ott a nótár mit, amit adtál nekem, kazettát. And for instance, at her working place, that they. Valami mágépítő, ha? Jó, én azt szerettem. Igen? Na, akkor azt szerettem. We're talking about music, what kind of music is that? And that she had some problems, that they want to put her into sort of a corner. Yes. That, and hogy mostanában, hogy a munkahelyeden úgy érezted, hogy because she's Roma, she said it's because they are envy her in a way. That she's working. She's efficient. Az van, hogy mondjuk egy magyar ember, aki olyan, de ez minden, hál' Istennek minden 500-ban van ilyen, hogy közel 50 éves vagyok, de háromszor vagy négyszer volt olyan, hogy észreveszi az ember, hogy irigykednek rá. Vagy lássa azt, hogy ő cigány, de többet tud, mint ő. És ezért megpróbálja lenyomni. She's nearly 15, and this is not with everybody or something like this. This is like every 500th time. So, but three times you've noticed that somebody thought that because she is Roma and she works more and she knows more, they are trying to push her down. And she feels that. And she says, it doesn't matter. Hello. Hello, I'm Anne-Marie. She was also talking about that people are the same, it doesn't matter what your ethnicity you are, people should love each other. Olyan aranyosa! Helyes. Én már együtt vagyok, hogy tudod ide, that you're very nice. That she's talking about her daughter-in-law, that she's of Hungarian ethnicity, a minority from Romania, and they get on very well, they're in love with her son, and the girl's family have visited them, and they have been very honest with, there's no problem with the father, but the mother has said that she doesn't really like her son. But they love each other, so it's okay. So that's the main thing. They are very good together, and so it doesn't matter what ethnicity you are. So they can live together. And yet she also said that you will see my son. He arrived now, but previously she said you will see my son. He's nice. He's beautiful. He's good working. He's very, very nice. After lunch, when she's ready and everybody's eating, then she takes a coffee and then she takes a little siesta. De a többi napokon, akkor háromkor kelek, dolgozok, minden, de szombat, vasárnap az ennyi. On the days, on the weekdays, she gets up at 3 o'clock in the morning. It's not morning, it's night. Yeah. And so Saturday, Sunday, afternoon, after lunch, it's her time. Addig kapcsol már, ha jó kis... Nézzétek! Nem fáj!
cry, I'm gonna get a cry. Everybody's laughing that father's back doesn't hurt when he's dancing. Nice. De ez a, hát hogy mondjam már, nem szeretnénk idén. Hát én hadd ne mondjam, hogy van olyan szakács itt Magyarországon, aki mit kap 300 ezeret, vagy 250-et a minimum. Én az egész hónapot, ha végig dolgozom, úgyhogy megállás nélkül 30 napot, akkor van meg 200 ezer forintom. Ja, ja, ja. Komolyan mondom. Ja. És más meg azért kap 300-at. Ja. Nem mindenkit egyformán fizetnek itt Magyarországon sem. Now, people are not paid equally, she says. No. That she if she works the whole month, then she will get 200,000, while somebody else will get 300, while just working the usual. Show me. Here's Bianca. Oh, what a little. Oh, and I like the duck. Yes. Nagyon szép, szép gyerekek, nagyon. Majd anyját meglátod, az milyen szép. Mi mikor jönnek? Képes, nagyon édes. Sőt. There's a nice photo on the wall, who's that? Ez kicsoda. Tényleg? That's Agnes on the photo. Really? Az az a története, hogy ez egy nagyon megvolt vidéken ez a kép, és megmutatja Áginak. És elkért a kép, de nagyon tönkre volt menve, és mi ezt tavaly karácsonyra megcsináltuk. Igen. Az idő. The Adele tells the story that this picture was in the countryside, but Agi's mother died, and they wanted to bring this photo to Budapest. But it was very damaged, so Adele and the others, they restored Színes it for Christmas. Oh, beautiful, yes. Színes belepona, jó? Itt 16 éves vagyok. She's 16. Ez piros ez a kabát rajta. Red. És ez egy hónapig kint volt a kirakatba. Aha, it was in the shop window for a month. Nagyon szép. De majd a lányomat nézd meg, nehogyha jön. Nincs egy fénykép Mariannáról? Nekem. Egy kis borkát. No. Kicsi. Small. She's making small. Be fog rúgni a szó. Nem. Jaj, köszönöm. What she got now? Melyik vagy te? Úgy azért hoztam ki, hogy ez a székely népviselő. Igen, és ott is tájanként. De édes vagy, nagyon-nagyon édes, nagyon szép. Nekem nem kell semmit mondanod, ha látom arcodat. A tekinteted el, elárul, mikor ilyen vagy. Tudom, sokkal jobban szeretnéd, ha tudnám, mint tudod. Inkább gyere ide, ide, és megnyújt az ajtodat. Kicsi. És 5 évig kórházba jártam vele. Egy évig bent voltam úgy, hogy ki se jöttem, csontvelő átültetést kapott a testvéritől. Komolyan azért vagyunk így, hát az sok pénzt elvitt, persze.
Meg a mai napig én tartom el, mert nem dolgozik. Uh-huh. So, Willy, the younger boy, mm. he had leukemia. Uh-huh. So, and he got a transplantation from his brother. That cost a lot of money for him to mm-hmm. to get the trans. Yes. Yeah, and he still can't work and all that stuff. So that cost a lot of money. And yeah. De hála Istennek meggyógyult. But thanks to God, he's well. Nem de hála Istennek, de hát mi ezáltal, ő által ismertük meg Istent is. Mert én nagyon hiszek benne, és tudom, hogy ő gyógyította meg. Igen, ez tényleg így van. Isten lemondott mindenki róla, de Isten úgy hozta, hogy a gyerek meggyógyult. Mert letérdepeltem és imádkoztam, hogy ne vedd el tőle, mert én nagyon szeretem. Úgy, ahogy te szeretsz minket. És visszakaptam egyik percről a másikra. Jó, volt neki ereje. Mert így mondta a gyerek, hogy most már ne szurkáljatok, megunta, de tényleg, mert egy kicsi hely nem volt rajta. És akkor azt mondta, hogy anyu, most már nem engedem, ne szurk, meg akarok halni. Leborultam elé térdre, átkulcsolt a kezét, és mondtam, hogy mondd utánam. És akkor bocsánatot kész Istentől, mert nem azért teremtett meg, hogy a világra gyere, hogy te lemondjál róla. És meg fogsz gyógyulni, Vili, mert akkor én is megyek veled. És ezt nagyon komolyan mondom, onnantól kezdve hittem Istenbe, mert a másik nap már így kitette a kezét, és azt mondta, na gyere már, már nem is fáj, és meggyógyult a gyerek. Volt neki ereje, kitartása, nagyon nagy akaratereje volt. És hát ez is Istennek a műve, hogy a húgának és a nővérének teljesen megegyezett az összes minden, ami abban a vérben volt benne. Úgyhogy... És így megmarad. De nagyon erős, szívós gyerek, csak hát nagyon sokfele azért nem tud elmenni dolgozni, nagyon okos is, mert nem jártak ki az iskolákat, amik kellettek volna a betegsége miatt. Nehéz érvényesülni. Én tanultam szakmát, tudod, de nekem könnyebb volt érvényesülni. De így szakma nélkül nagyon nehéz, tudod? 3 évet tanult pedig. Járt iskolába, de hát nehéz. Most ilyen nekem szakmában időben. Nagyon nehéz volt, és akkor ő neki szakma nélkül. Igen, bukkola az egy jó szakma. Hát hogyne. Nekem nagyon jó volt. Én el tudtam, csak ha teljesen, nem hogy hanyatlik, hanem teljes káosz uralkodik most a magyar építőiparban. Ez teljes káosznak minősítik. Nem fizetnek ki több száz ezer embert nem fizettek ki építkezésekbe, ahol volt Budapesten nagyon sok, tudod? Attól volt hangos, hogy egyszerűen nem fizették ki Bizony. Őket. És nagyon sok ember ingyen dolgozott. Most hagyd tolmácsolja a Tinának meg arra, hogy mit mondtál, mert nem. De nem. Dehogy nem. Neked kell a következő. Sudden transformation. Action. So, action. Nash told us about Willy's illness, that she started to believe in God because Willy was very ill. He had leukemia and he got a transplantation from his sister. And I thought it was brother, but it was from his sister. And he was very ill, but she started to believe in God because he became well, and when he was very ill and he didn't want them to give him any more injections or anything, he just said, I'm too tired, I want to die. And then she held him and said, God gave you this life, you can't just throw it away, or if you do it, I'm going with you, so let's pray together. And next day he started to let them do what they had to do, and he became well. So she believes that God helped, and so she has a strong belief since that. Mm-hmm. And that also proves that God exists, that his sister Willy and his sister's blood and all that is needed, I'm not a biologist, matched exactly mm-hmm. for the transplantation. Utána, a Willy
utána meséltél még valami. Billy hát, után? Rohamosan kezdett javulni. Nem, hanem a munkáról beszéltünk utána. Igen, hogy az építőipar. Meg hogy nehéz elhelyezkedni. Ja, hát igen. Most úgy mondom, hogy most is nagyon boldog emberek vagyunk, de valahogy olyan, mióta bejött ez a válság, tudod, bizonytalan a munka, bizonytalan minden. Én sem a szakmámban dolgozom, azt hozzá kell tegyem, hogy egy raktárban dolgozom. És hát ilyen targonca, meg ilyen komissió, tudod, ez az áruösszekészítés. Jó, hogy közel vagyok a szakmámhoz, mert szerszám nagy kereszt, tudod, és tök jó, hogy ismert minden szerszámot, és tudom, hogy mit pakolok. Ez nagyon jó. De amúgy ez rettenetesen nagy szerencse ez a munka. Hallod, úgy örülök neki, hogy egyszerűen tényleg, mert nagyon ritkán találják. Mert 3 hónapig nem dolgoztak, senki nem dolgozott. Kész, csak káló. Én egyedül, és ilyenkor én tartom fel az egész családot. Hát dolgoztunk egy izébe, de... 3 hónapig nem dolgoztál. Nem, Zoli nem dolgozott 3 hónapig. Az se dolgozott, tavaly Zoli se dolgozott. Igen. Speaking about work, that it's very difficult, because they started to talk about that Willy couldn't work because he couldn't learn because he was ill, and that it's very difficult without studies to get work. And he has a very good profession, and still he can't find a job in his profession. Zoli said that in the Hungarian construction business. That's what he was talking about previously. Mm-hmm. That it's very, very difficult. A lot of people have worked for no money, because they are owning each other money. The big constructions, and they have the smaller companies, subcontractors, and then nobody gets their money. So, and because of the crisis, it's getting more and more difficult. Nobody pays. And so he has a very good job now, but. He's working for a warehouse where he's doing commissioning. That's good. Which is very, he likes it a lot. But he has a very good team, young people, so he likes it. So he's very, very happy about it and thankful. Igen, sokat számít, igen, főleg most nagyon sokat. And now it is very important to have a job. Mama is tudpázni. Mama is tudpázni, mi? She said that mama, grandma, can cook. She definitely can. Yeah. Viszont. És mit szeretsz? Mit szokott a mama főzni, ami finom? Semmit. De valamit csak szokott. Hát, mondjad, mi a kedvenc? Csirke paprikás. Rántott is, mi a kedvence? Hát, amit szeretek. Igen? Az a hamburger. What I like is hamburger. Mrs. America. Nem fogsz megköszönni. Mi? További jó hétvégét nektek. Nem hozzá, Jackie? Nem. Bye! Neked, Ernyő, Ági? Nekem, nem kell, én meg akarom. Akkor indul. Akkor indul. És akkor... 10 perc a menet ideje. Aha. 30.